Nagy tisztelettel és nagy szeretettel köszöntöm kedves nézőinket, és szeretném elmondani, hogy valaki egy nagyon frappáns és nagyon tömör kérdést tett fel. Azt kérdezte, hogy mire is gondolt Jézus Krisztus akkor, amikor azt mondta, hogy ahol van a ti kincsetek, ott van, vagy ott lesz a ti szívetek is. Na most ez egy nagyon valós és nagyon komoly kérdés, és az első dolog, amit észre kell vennünk a kérdéssel kapcsolatban, illetve Jézus Krisztus, Válaszával kapcsolatban az, hogy Jézus itt egy olyan érdekes szót használt, ami mellett nem mehetünk el szó nélkül. Ez a kincs szó, a kincs. Mi az, hogy kincs? nagyon könnyen gondolhatunk bizonyos anyagi értékekre, vagy anyagi javakra. Azonban Jézus Krisztus nem pénzről, nem aranyról, nem ezüstről, nem különböző tárgyi, vagy bármiféle más dologról beszélt itt, hanem tudatosan használta a kincs szót. Kincs az, tudni ami rendkívül drága nekünk, rendkívüli érték, ami a szívünkhöz van nőve. És ha elveszítenénk, akkor elveszne belőlünk is valami. Tehát amikor Jézus azt mondja, hogy ahol van a mi kincsünk, ott van ami szívünk is, akkor ezzel azt akarja kifejezni valójában, hogy ami, amit mi értéknek tekintünk, azok vagyunk. Az fejezi ki a mi személyes értékrendünket ebben a földi életben. Jézus a hegyi beszéd keretében szólt erről, ahol egyrészt az Isten országának a törvényeit mutatta be, másrészt két nagyon érdekes területet érintett a hatodik fejezetben. Mind a kettő a kincsel áll valamilyen kapcsolatban. Az egyik talán inkább a gazdagokat szólítja meg, akik a kincsekhez kötődnek, a másik inkább a, az a szegényeket szólítja meg, akiknek nem, hogy kincseik nem nagyon vannak, hanem az alapvető élet feltételek is hiányoznak. Amíg az egyik oldalon a kincsekhez való görcsös ragaszkodás, addig a másik oldalról a hiányok miatti agodalmaskodás az, ami jellemzi az embereket, és mind a kettő, mondta Jézus Krisztus, hogy idegen a menyek országának az etoszától, a menyek országának az erkölcsi értékrendjétől. Maradjunk azonban ennél a három bibliai szövegnél kicsit bővült hosszabb ideig, ahol Jézus Krisztus a kincsről beszél, és arról, hogy ahol van a mi kincsünk, ott van a mi szívünk. Jézus nem véletlenül mondta ezt. Jézusnak az volt a szándéka, hogy rávezessen bennünket egy nagyon fontos dologra. Nevezetesen, hogy gyakran spontán módon észrevétlenül sodródunk egy bizonyos irányba, és anélkül, hogy tükörbenéznénk néznénk is, önértékelést végeznénk, könnyen a tévedésnek vagy a tévegésnek a fogságába eshetünk. Megtörténhet például az, hogy az ember számára a kincs, az érték, mondjuk a hírnév, mondjuk a dicsőség, mondjuk egy barátság, vagy lehetnek ezek anyagi értékek, vagy különböző hírnevek, baráti társaságok, közösségek. Jézus Krisztus éppen ezért használta a kincs szót, mert nem akarta lebontani és elaprózni ezeket a gondolatokat, hanem a lényegre akart rámutatni, hogy nem is az az elsődleges kérdés, hogy mi az én kincsem, hanem az, hogy hol tartom. Hol van az én kincses tárom? És Jézus azt mondja, hogy kétféle kincs van, és kétféle kincs tartó hely van. Az egyik e földi élethez, e világhoz kötődik. Hogyha mi kincseinket ebben a világban tartjuk, akkor ez azt jelenti, hogy mi a világot értékeljük, és akkor világi emberek vagyunk, még akkor is, ha néha olvassuk a Bibliát, vagy éppenséggel imádkozunk, vagy eleljárunk a gyülekezetbe. Mert a mi szívünk a világ dolgai felé húz. A múlandó, a látható, de veszendő dolgok felé húz. És Jézus azt mondja, hogy ha viszont a mi kincsünk menyei kincs, a láthatatlanok felé eh, irányul ami vonzal munka, hogy Pálapostól mondja, akkor az örökké valóság felé irányul, ami tekintetünk, és olyan mennyei valutát gyűjtünk, amit magunkkal fogunk vinni Isten országába is. Tehát ezért nagyon fontos az, hogy megvizsgáljuk, hogy mi ami mi valós értékrendünk hol vannak nekünk a valóban fontos dolgok a mi életünk és a mi jövőnk szempontjából. Ha azt vesszük észre, hogy fontosabbak a földi dolgok, és kerülünk, fordulunk, mindig a földi dolgok kerülnek előtérbe, akkor tudjuk azt, hogy mi evilákoz tartozunk. Ha él, azt veszük észre, hogy újra és újra az Isten dolgai azok, amelyek az első helyre kerülnek, és elengedjük e világ dolgait az Isten dolgai irán, ahogy mondta Jézus később, hogy keresitek először az Isten országát, és az ő igazságát, és a többi majd mind megadatik néktek, akkor ez azt mutatja, hogy mi az Isten országában tartjuk a mi tehát Jézus Krisztus, és akkor oda tartozunk, tehát Jézus ezért használta ezt a kicsit talányos kifejezést, és ezt a kicsit megfoghatatlan kifejezést, hogy érzékeltesse, hogy értékvilágunk, értékrendünk, fontossági sorrendünk árulkodik arról, hogy mi valóban keresztények, Valóban tanítványok vagyunk, valóban fölvettük a keresztet és követjük Jézus Krisztust, vagy csak amolyan hobbi kereszténység a mi kereszténységünk. És Jézus szeretne megóvni bennünket a kereszténységnek ezektől a látszott formáitól, hiszen a látszott erőtlen, a látszott hamis és a látszott félrevezet bennünket. Adja jó Isten, hogy a mi kincsünk Jézusban legyen, ami kincsünk a mennyben legyen, hogy mi is majd Jézus Krisztussal együtt a mennyben lehessünk azon a napon.